megilletődötten állunk itt Tiborral, másodpercekig szóhoz sem jutunk, kedves nézőink, sziasztok! Sziasztok! Ugyanis az értékvesztőben csodálatos pillanat az mindannyiunknak, egy E46-os M3-as fogunk átvizsgálni, abból is a létező legeslegjobbat, ami kéziváltós és kupé, és még facelift előtti is, hogy gyönyörű legyen. Hát kedves Tibor, te ugye dolgoztál BMW Service-ben korábban, milyen emlékeid vannak erről az autóról? Javítottam én ilyen autót, amikor ezek még nagyon fiatalok voltak, és hát nagy élmény volt akkor is. Sose felejtem el azt a vezérműtengelyt, ami ebben van például, hogy akkora bütyök van a vezérműtengelyen, mint az öklöm körülbelül. Nyilván ekkorákat nyitnak a szelepek, de jó pár jó emlék, vagy szép emlék köt egy ilyen autóhoz. Hát igen, ahhoz, hogy 2900-nál megnegyen a 343 lóerő, azért... Ezt kellettetni levegővel is. Kellettetni levegővel, meg benzinnel is. Hát nagyon szépen köszönjük a tulajdonosnak, hogy elhozta ezt a csodát hozzánk, ami hát tényleg öröm és boldogság nekünk, így autóbuziknak, reméljük, hogy nektek is. Nyilván ez nem egy olyan típusú használt autó, amilyen naponta mentek és böngészitek a használtautó.hu-t, hogy kitett fel újat a Focus 2-esből. Viszont néha szeretnék olyan kocsikat is bemutatni nektek, ami a álmodozásnak a terepe. És egyébként egy ilyen autó befektetésnek is kifejezetten jó, tehát hogyha otthon meg kell bárkit dumálni, akkor mondjátok azt, hogy ennek nekik felfele fog menni az értéke. Legyen, és így is lesz. A kocsinak igen, 4 éve gyakorlatilag megduplázódott az ára most arra. 200. 240. Ezt a hátsó sárvédőt fényezték, vagy javították, majd megnézzük a vászszerkezetet, hogy sérült-e a vászszerkezet is, vagy csak meg az ajt, nem az ajtót, nem a 150 mikra. 230, ezt a felét ezt javították. Mikron az ajtó ereje. 170. Igen, ezt a két elemet javították rajta, a hátsó sárvédőt, illetve a baleső ajtót. Igen, itt látható is a fényezés nyoma. Itt látszik, hogy itt volt elfújva élbet, ami az azt jelenti, hogy maga a vászszerkezet az épp maradt, legalábbis az oszlop mindenképpen, és a küszöb az gyári a fényezés. Itt a külső elemet fújták, majd alulról megnézzük, hogy a padlólemez esetleg sérült-e vagy nem. Hát itt a csúnyaságokról is beszéljünk az M3-asnál, hiszen azért erre az autóra lehet lapátolni a pénzt rendesen. Első körben azt kell róla tudni, hogy nagyon egyszerű minden, ami hajtáslánc. Tehát a kettős tömegű lámpa, kuplunk, kardán keresztek, wifi, féltengelyezőtevő, bármi széthúvad, és higgyétek el, szét is fog hullni. Mindig a leggyengébb láncem fogja vinni a következő pénzt, tehát a szomorító összeget. De hát itt nyilván függ az attól is, hogy használjátok az autót. Tehát a mindennapi életben, ha utcán használjátok az autót, akkor nem fog minden héten valami szétesni, de egy versenypályán vagy versenytempóban bizony eszi az autó ezeket az alkatrészeket. Körülbelül tudjátok belőni az összegeket, hogy ennek az autónak a differenciálművét, a kettős tömegű lentkerekét, meg a kuplungját cserélték, és az egy elegáns helyen 2 millió forint volt itt tokkal, vonóval ez a nagyságrend. Tehát azért itt nagyon-nagyon csúnya összegekről van szó, főleg annak tekintetében, hogy 4-5 millióért jobb kormányos már lehet kapni ezekből az mostani M3-asokból is, hogy akár be is lehet hozni. A bal kormányosok ára az inkább ilyen 5 és 10 millió forint között mozog, és nyilván nem az 5 milliós az, amit nem kell rögtön 2-3 milliós kis tőkeinjekcióval életre kelteni. Igen, tehát ugye ilyen autót ne az vegyen, aki Ford Focus alkatrészárakhoz szokott, illetve javításokhoz szokott, ezért ezt együtt kell élni egy M3-os BMW-nél ilyen hasonló javítási összegekkel. Ugye, amit sokat kritizálnak az M3-as BMW-n, az a féknyereges, sima egydugattyús, bár nagyobb féknyereg van az autón, és egy kicsit gyengülsz ehhez a teljesítményhez. Ugye a más M5-ösnek, meg az Z4-esnek, meg ezeknek a féknyergét szokták rárakni, ami egy négydugattyús rendszer, és akkor az már úgy komolyabb. Már őszintén szóval szerintem azért ezzel is meg lehet állni. És akkor ezen kívül ugye vannak más dolgok is, ez az autó egy kéziváltós kivétel, de
Ugye hagyományos automata váltós nem készült belőle, de SMG váltóval készült, ami szintén egy mechanikus váltó, csak mondjuk így, hogy robotizált. Ennek a vezérlő hidraulikus egységét azt sikeresen felfogadták a motor blokk oldalára, ami a leghülyébb helyen van elrakni egy ilyet. Annál melegebb sehol nem tud lenni, hanem a kipufogóban. Igen, így van. Így van, és erre már készültek is megoldások, mint egyébként mindenre a világban, hogy átfogatják ezt a tűzfalra, és akkor ehhez egy ilyen kábelkorbács készül, egy ilyen közbetét, ilyen toldó betét, hogy oda lehessen rakni, és akkor ez a hőterhelés azért jelentősen csökken, így azért meghosszabbítva az életét ennek az egységnek. Ebben az autóban 121 néhány ezer kilométer van. 4 évvel ezelőtt fizette a tulajdonos a Németországból. Kifejezetten az volt a célja, hogy egy félretehető, gyűjtői állapotú kocsija legyen, tehát kéziváltó szeretett volna kupét és facelift előttit. Akkoriban ez az autó 18 ezer euróba került, nyilván akkor a forint sem volt ennyire rettenetesen trágya, mint most. Most ugye 360 forint fölött van az árfolyama a forgatáskor, akkoriban 300 forint körül mozgott ez, de ilyen autót hasonló összegért ma már egyáltalán nem lehet találni se keleten, se nyugaton. Itt a váltónál van egy kis olajfolyás, ez valószínűleg a főtengely színmenünk folyhat itt a haspajzson keresztül, ha benézünk, láthatjuk, hogy olajos a motorváltó találkozása. Szintén jellemző a típusra egyébként, hogy a leömlők, ami egy 4 leömlő gyárilag, szeret elrepedni a rezgéstől. Pontosabban hát nem szeret, előfordul, hogy elreped a rezgéstől. Szilemblokkok jó állapotban vannak. Ugye a futóműben nagy varázslatok nincsenek, az MS futóműben nyilván ez egy erősített futómű, de a rendszere ugyanaz, mint a hagyományos E46-os BMW-nek. Maga a váltó az száraz, hardi tárcsa. Szép, nincs berepedezve. Váltótartó bak szokott még elszakadni, de az is nagyon... Ez cserélve volt egyébként? Ez annyira szép. Micsoda? Váltótartó bak. Nem. Ez nagyon szép állapotban, majdnem, hogy újszerű. Meg egyébként a hardi tárcsa is, tehát ez a mostanában baj nem lesz. Hogy az adja át a teljes nyomatékot, be szokott repedezni, meg el... A szép állapotban nincs vele baj. Hát ilyen rozsdának késnek nyoma sincs, de csúnya is lenne, ha lenne. Nem, egyébként magára a típusra amúgy sem, az E46-ra amúgy sem jellemző az, hogy maga a padlólemez annyira rohadna. Inkább sárvédő kiesmény, hogy padlólemez szét lenne rohadva, nem igen találkozol, ha csak nem volt törve vagy valami, de nem jellemző rá, hogy annyira rohadna. Szilemblokkok is jó állapotban vannak a hátsó futóműben. Cserélték a diffit, illetve egy nagyon érdekes alkatrész is van az M3-asnak a differenciálműben, egy ilyen hűtőbord, egy alumínium hűtőborda, ami arra hivatott, hogy az olajat visszahűtse valamennyire a menetszél. Csak egy elég szerencsétlen megoldás, ugyanis, hogyha valamin fennakadunk az autó alulról, ez az egyik legalsó pontja az autónak, akkor le tudja tépni ezt az alumínium bordát. Ezt nem tudom, miért így csinálták meg, hogy miért legalább így felvezették volna, és akkor igen. És az előfordul, letörik. A hátsó segédkeret, vagy bölcső, mindegy, hogy hívjuk, ami tartja a hátsó futóművet, illetve a diffit, 4 ponton, 4 szilemblokkon csatlakozik a karosszériához, ami hajlamos kiszakadni, és el tudja törni magát a padlólemezt is, ahogy mozog. Ezt kiszokták cserélni poliuretán műanyagra, aminek az a lényeg, hogy sokkal nagyobb felületen fekszik fel, mint ez a gumi alkatrész, ami ráadásul kiszakad, akkor már itt rosszabb esetben fém a fémen üti a karosszériát, és többet nem lesz vele gond. Egyébként javítható, csak borzalmas munka. Tehát itt az egész hátulját le kell kötni az autónak. Egyébként ez nem csak M3-as probléma, hanem ez minden N1-6-os, pontosabban minden BMW-t érint. Csak ugye itt sokkal nagyobb a teljesítmény, sokkal hamarabb szakad ki a szilemblokk, tehát ez bármelyik E46-os BMW-nél előfordulhat, csak nem mindegy, hogy 300 lóerő csapkodja a padlólemezt, vagy mondjuk 120 vagy 150. Ezeket az autókat vissza is hívta a gyár pont emiatt, tehát ez egy olyan szintű konstrukciós sajátossága vagy hibája az autónak, hogy ezt a BMW sem tudta eltagadni. Ugye ők általában azért nem lelkesen ismerik el a hibáikat, a konstrukciós hibáikat, lásd ugye a kigyulladó motorterek a közelmúltban, de ez olyan szintű hiba volt, hogy itt muszáj volt visszahívást elrendelniük. Én töröm nézni a kocsi alját, tényleg minden rendben van, minden szép, új diffi, minden patent, minden szoros. Csodálatos gumik vannak rajta, ugye valónat újjak. Na, innen még ezt meg tudjuk mutatni, hogy a másik, amit így az M3-asról még szoktak mondani, hogy ez a sperdiffi,
hogy lamellás szokták, vagy ki szokták cserélni, úgyis az egyik oldalon a diffinek, amelyik a bal oldalán a féltengely kihajtás, ha szétszednénk ezt a diffit, ilyet javítottam egyébként, szétszednénk a diffit, sokkal rövidebb, mint a másik oldalon. Ezáltal tud lötyögni. Ezáltal tönkreheti, most megfogom itt a féltengelyt, ez gyárilag ilyen, ez nem hibás vagy rossz, tehát ezt itt megmozgatjuk, lötyög az egész kihajtás. És ezzel nagyon nem is lehet mit kezdeni, ez ilyen és kész, és ezzel egyetlen egy megoldás van átalakítani az egész diffit. Ha nem akarjuk, hogy ez itt lötyögjön, mert előbb úgy, hogy szétveri a csapágyakat a maga a lötyögés. A másik oldalon belóg hosszán jobban meg van vezetve, viszont itt ilyen rövid a csont. Természetesen autóbuziként mindent elolvastam, amit erről az autóról lehetett, és az egyik német tesztelő azt kifogásolta, hogy hogy lehet egy nem V8-as, tehát 6 hengeres autónak 4 kipufogó csöve, milyen dolog az, hogy másfél henger dolgozik egy csőbe, de én azt hiszem, hogy itt egy kicsit túlkukacos volt a kolléga, mert ez az M3-as, ez így zseniális és így egy csoda. És mi nem fogunk abba belemenni a Tiborral, hogy vajon ez minden idők legjobb M3-asa el, vagy esetleg ebből a CS-el, de az biztos, hogy nagyon-nagyon közel van hozzá. Jó, két hibakód van az egész autóban, tehát az összes vezérlőegységet kiolvasta a gép. A motorban van egy kipufogógáz hőmérséklet érzékelő, ezt majd megnézzük, hogy látjuk-e élőadatban. Ez lehet a múlt is egyébként, tehát ez nem biztos, hogy mostani hibakód, ez lehet 2 évvel ezelőtt is, illetve csomagtérzáró motor, valószínűleg az is a múlt lehet, mert most működik, így van. Ha nem bánod, én ezeket kitörlöm, és megnézzük, visszajön-e, jó? Jelenleg hibakódmentes az autó járómotornál. Itt láthatjuk a motornak a pillanatnyi élőadatait. Itt a landaszonda katalizátor előtti és utáni landaszonda értékeket láthatjuk, amik 0,2 volt és 1,2 volt között kell, hogy változzanak. 13,8 volt az akkumulátornak a töltése, vagy generátornak a töltése, ami bőven jó ég egy feltöltött akkumulátor esetén. Itt láthatjuk a befecskendezési időtartamokat hengerenként. Nyilván ezt a motor vezérlőegysége szabályozza millisekundumonként, ezért láthatunk némileg eltérő értékeket. Itt azt láthatjuk, hogy a gyártás napját láthatjuk, 2002-es az autó 37. hétben adták ki a motor vezérlőegységének a szoftverét. Gyújtási szög egyforma minden 6 hengerünknél. Gyújtási hiba nincs, 85 fokos a motor pillanatnyi hőmérséklete, illetve itt szintén összegezve láthatjuk a lambdaszonda értékeket, és láthatjuk, hogy viszonylag gyorsan változik is. Ugye a kettes szonda az egy ellenőrző szonda, az nem szól bele a motorvezérlőegységének a működésébe, illetve a motor működésébe. Az azért van, hogy a motorvezérlő láthassa a katalizátornak a hatásfokát, hogy jó-e vagy nem. Itt láthatjuk a vanosznak, vagyis a változó szelepvezérlésnek a működési állapotát. Ugye az vezérlőegység láthatja, hogy jó, hogy működik. Ez egyébként egyfajta típushibája is az autónak, ez a vanosz rendszer, ezt majd Andrissal elmondjuk később. Illetve itt láthatjuk az alapértékeket. Ahhoz menet közben kellene néznünk az értékeket, hogy komolyabban változunk, tehát hiába lépnénk most oda a gázra, némelyest változna, de nincs terhelés. Tehát ilyenkor közel annyira nem változtatja a vanosz rendszer a szelepeknek a nyitási szögeit, mint menet közben terhelésen. Itt láthatjuk magát a szörnyet, az S54-es motort, ami egy igazi technikai csoda. Hengerenkénti pillangó szerepekkel. Egyébként itt nagyon jól látszik a közös cső, ami valójában ugye a dízelmotoroknak is hasonló az üzemanyagrendszer, akármilyen hihetetlen, mint a benzinesekének. Itt is van egy közös cső, egy elosztott cső, amiből az üzemanyagnyomást megkapják az injektorok, csak itt sokkal kisebb a nyomás, mint egy dízelnél. Amit itt láttok, az a szívómotor építésnek az egyik csúcspontja. Tehát a Ferrari meg a Honda az, akik szerintem hasonló nívóra képes volt. Tehát ahogy az a motor rámar a benzinre, ahogy a teljesítményét leadja, ahogy felépíti, ez mind egy világra szóló csoda. Tehát ennek az autónak nem véletlenül van kultikus státusza. Itt láthatók a tengely kivezetések, tömítések, illetve kis gyűrűk vannak bent, amik időről időre tönkre szoktak menni. Ezeket javasolják körülbelül 100-120 ezer kilométerenként cserélni, ha jó, ha nem jó, megelőzve a bajt. Illetve hajtókar csapány problémák fordultak elő az M3-asokon, illetve ezeken a blokkokon, de ezt visszahívásban legtöbb példányon cserélték. Ugye az M3-asra tudni kell, hogy a hajtókar csapágy az gyakorlatilag kupolkatrésznek számított, ilyen maximum 80 ezer kilométereket bírnak ki.
Egyébként az olajcserét is ehhez illendően 8000 kilométerenként jó megejteni a kocsin. Ugye 10V60-as olajat használ ennek a kocsinak a tulajdonosa is, ugye az a gyári előírás hozzá. Azért látszik, hogy milyen hőterhelése van ennek a motornak, tehát az a versenyautókban lehet 60-as olajat beletenni. Hát, megedde. És egyébként ennek a motornak a névleges fordulatszámon elért közepes dugattyú sebessége, hogy az autóbuzikatok és valamivel kedvezünk, az majdnem a Forma 1-es motorok szintjét éri el, ugyanis viszonylag hosszú a lőket ahhoz képest, mint a versenygépeknek, és lehet, hogy nem forog 19000-et, ne jó, de mekkora úton. Tehát ez a 8000, ameddig ezt forgatni lehet, az egy világra szóló teljesítmény ilyen súlyokkal. Tehát egy egészen káprázatos konstrukció ez a S54B32-es sorhatos. MS motorokban a vezérmű tengelynek a bütykei jóval nagyobbak, mint egy hagyományos motorban, mivel hogy sokkal több levegőre, meg hát persze üzemanyagra is szükség van ezeknek a motoroknak, ezért jóval nagyobbat nyitnak a szelepek, ezért extrém nagyok a vezérlő tengely bütykei is. Ebben az autóban ugye nem véletlenül találunk itt ekkora lukat elől, ez nem a konstruktőrök hanyagsága van múlott, hanem a négyhengeres verziókban, a könnyebb motorú verziókban ide teszik az akkumulátort, hogy jobb legyen az autó súlyelosztása, de ugye ez az üreg ez nem csak erre való. Így van, hanem utólagos megoldásként az SMG-nek a hidraulikus szabályzó rendszerét, ez túl tud melegedni, hiszen a motorra van gyárilag felfogatva a motorblokkra, ami egy elég szerencsétlen megoldás. Át szokták alakítani, beteszik ebbe a lukba egy utólagos kábelkorbáccsal, és akkor itt a hőterhelése jelentősen kisebb, mint a blokkon lévő hidraulikus rendszernek. Ebben a motorban, amikor hideg, akkor azt hiszem, hogy a 4000 fölötti tartományt egy kis narancssárga szegmensekkel jelöli a motorvezérlés, hogy még ne forgassuk az autót. Nincs egyébként fordulatszámok korlátozására ez összekötve, tehát hogyha valaki barbár, akkor szétrúghatja a motorját. Aki barbár, az nyilván nem vitte el a 2000 kilométernél kötelező vagy javasolt olajcserére sem, de ilyenkor ezek a kis szegmensek alszanak el, és akkor ez mutatja, hogy meddig lehet forgatni a motort, hogyha nem akarod bántani. Ennek az autónak egy nagyon különleges vonása, hogy a motorháztetőn van egy ilyen koppoltyú domborítás, ami ugye azt sejtett, hogy egy óriási kompresszor, vagy nem tudom én milyen szívó tülték lennének alatta, nem. Ez egy design elem ezen az autón, tehát ez az S54B32-es motor, ez egyébként is aláfér a motorháztetőnek, csak így nyilván dizájnosabb, szebb és jobb. Az autónak jóval szélesebb az első és a hátsó nyomtávja is, mint a sima E46-osoknak, emiatt 2-2 centivel szélesebbek a sárvédői, tehát összesen 4 centivel szélesebb az autó. Érdemes elmondani az E46 kupéről, hogy ez egy teljesen más design, mint a négyajtós. Szinte nincs is közös karosszériaelemük, sőt én úgy tudom, hogy egyáltalán nincsenek közös karosszériaelemük, és a formatervezője is más volt a kupénak, mint aki a szedánt jegyzi. Mind a kettő szerintem gyönyörű autó, de ez talán még szebb, még nemesebb, még elegánsabb, főleg ezekkel az agresszív sárvédő szélesítésekkel, amikre egyébként szükség is volt, ugyanis az M3-ason kovácsolt alumínium felnék vannak, mind a 18-as, mind a 19-es kovácsolt. Itt most lehetne azon rugózni, hogy a 19 is aztán még szebb, még menőbb, még jobb, még pengébb kanyarban, de azt gondolom, hogy ha valaki használni szeretné ezt az autót, akkor a 18-as egy lényegesen jobb megoldás, sokkal kulturáltabb vele az autó. 19-es felni szerintem egy 46-osra Magyarországra nagyon-nagyon-nagyon sok túlzás, ez egy remek jó megoldás belőle. Rengeteg autón látni gagyi oldalsó kupolcsúkat, ugye eleve egy autónál a sárvédő hossz az meghatározó. Ugye egy kocsinál meg kell nézni sokszor, hogyha az első kerék vonalától való távolság az ajtóig több, mint egy arasz, akkor ez majdnem biztos, hogy egy hátsó kerék hajtású autó, hogy az első kerekeseknél általában itt már elkezdődik az ajtó. Az M3-ason természetesen ez a kopoltyú nem gagyi, nem fék, nem hamis, hanem az elektronika szellőztetését szolgálja, szerintem az egyik legeslegszebb részlete ennek az autónak. Amennyiben azt adja a jó sors, hogy M3-ast mehettek nézegetni, akkor figyeljetek arra, hogy az ajtók egyébként a sima kupé E46-os BMW-ken is nagyon hosszúak, emiatt nagyon nehezek is, és bődületesen terhelik a zsanérokat, meg a zárrendszert. Kicsit hátrébb haladva, szintén egy kupé és E46-os finomság, hogy villanymotorral lehet kitárni a hátsó pillangó ablakokat, nyilván egy leeresztető ablak még jobb lett volna, akár olyan, mint a CLK-kon szokott lenni, hogy B-oszlop nélküli legyen az autó, és ez a kupé év még szebben mutasson. A BMW erre nem áldozott, viszont legalább motorral kibillenthető a hátsó pillangó ablak.
Ennek az autónak a belseje is egészen káprázatos, ez egyébként a többi kupé 46-osra is igaz. Ilyen például a hátsó belső világítás, kifejezetten szép részlet, gyönyörűen megoldották. És mindenre azt mondhatom, hogy ennek a kocsinak a belseje sokkal több igényességet és sokkal nagyobb ráfordítást tükröz, mint az E90-es sorozaté, ami ennek ugye az utóda volt. Ez az autó gyakorlatilag teljes felszereltségű, tehát a menüjében nem csak navigációs rendszer van, ami még mindig működik, hanem televíziót is lehetne nézni, hogyha volnának még földi sugárzású állomások, de ez most már nincsen, most már csak a háttér sugárzásból fakadó hangyafocit tudjuk rajta nyomon követni. Ebben az autóban még hátsó roló is van, motoros működtetésű. Egy hármasban, nem egy hetesben, egy hármasban. És még a mai napig működik. Ebben az autóban gyakorlatilag a legeslegjobb ülés van, amit az M3-ashoz lehetett rendelni, minden irányban állítható. Az egy dolog, hogy meghosszabbítható lábtámasz van benne, ami mondjuk a magas embereknek kifejezetten jól jön. De képzeljétek el, hogy az oldalhurkák, az oldaltámaszoknak a méretét is lehet állítani, mindenki a testalkatához igazíthatja, teheti szűkebbre, vagy hogyha valaki korpulensebb, akkor kijebb engedheti, hogy ne nyomja őt. És ezen kívül a deréktámaszt is lehet állítani benne, föl-le, és kibe is állítható, tehát négy irányban állítható deréktámasz van benne, pneumatikus. Ez is szerintem egy csoda, hogy egy 98-ban bemutatott autó ilyeneket tud. Természetesen emellé vannak a szokásos elektromos állítási lehetőségek, tehát az ülőlap eleje és az ülés hátulja, illetve az ülés kompletten is külön emelhető, sülyeztető, dönthető. Azonban ezzel együtt is a fejtér kifejezetten csekély, tehát hogyha valaki nagyon magas, akkor lehetőleg inkább egy mondjon le a tolótetőről, mert nem fog tudni elég sportos üléspozíciót fölvenni, mert ahhoz magas az ülés, hogy a tolótetővel valaki elférjen alatta. Egyelőre még melegszik az olaj, 100 fok alatt van, még várjuk, hogy ezt a motort 8000-ig visszaessük, ami a leszabályozási fordulatszám ennek a motornak. Addig elmondom róla, hogy 2000 és 2006 között gyártották, és ebből a kupéból 56.133-at raktak össze a BMW Regensburgi gyárának a munkatársai, Áldassék a nevük. Jött ez még nagyjából 30.000 kabrió, illetve még 1400 darab a CSL-ből, 1373 vagy 83, minden esetre ez a nagyságrend. Tehát a legtöbb az ugye kupé, és a kupéból is ez a messze legvonzóbb modell, tehát facelift előtti, kéziváltós, nem SMG-s. Az SMG az egyrészt bólogatóvá tenni a vezetést, tehát akárhogy csináljuk is, mindenképpen a váltáskor van egy ilyen pici torpanása az autónak és bólintása, ami azért elég kellemetlen. Másrészt meg bármilyen szédületesen gyorsan is kapcsol, nyilván gyorsabban, mint egy ember kézzel. Igénybe veszi a technikát, és nem is túl hosszú életű, tehát sokkal jobb lóra tesztek egy kéziváltós M3-assal, aminek aztán jóval alacsonyabbak lesznek a fenntartási költségei, és eladni is könnyebb lesz használtan. Ennek az autónak a váltója a Getrag 420G, ez ugyanúgy van az SMG-sben is, ami a Sequential M-Getribe vagy Sequential M-Gearboxnak a rövidítése, tehát az automatizált váltósban is gyakorlatilag ugyanaz a manuális váltó van, mint ebben, csak abban egy hidraulikus szerkezet működteti a kuplungot, megkapcsolja a fokozatokat, de maga az a Getrag váltó, ez teljesen azonos a kettőben. A motorját pedig továbbadta ez az autó az E86-os kódú Z4M-nek, tehát az E3 utódának, abban ugyanígy 343 lóerős volt, és pont ugyanilyen csoda. Erről egyébként a vezes korai szakaszából találtuk egy tesztet is, mert járt nálunk tesztautóként. Ennek a motornak alapvetően nem tesztek jót azzal, hogyha nem forgatjátok, és a bemelegedési szakaszban ilyen 2000 alatti fordulaton használjátok. Kifejezetten érdemes 2000 vagy akár 3000 és 4000 közötti tartományban tartani addig, amíg felmelegszik, mert ez egy nagy fordulatszámra hangolt motor. Nyilván az olajszivattyú, a vízpumpa, stb. Ez mind arra van kitalálva, hogy forogjon a motor, akkor szállítanak rendesen. Tehát nem szabad ezt a motort így, nem is tudom, hatodikba 1200-as fordulatnál használni, főleg nem nagy gázzal terhelni, tehát ez egy barbár dolog, olyat nem csinálunk. Ezt az autót azért vette meg a tulajdonos, hogy egyszer majd a fia is vezethesse, adott esetben OT-rendszámmal, tehát hosszú távra tervez vele. Számítottunk rá, hogy jó állapotban lesz, de mi az, amit mégis mutatott?
Hát nehéz lenne ennél jobb állapotú M3-as találni a piacon, azt gondolom. Minimális karosszéria sérülése volt az autónak, ami eleve nem ritka. Tehát azért egy ilyen teljesítményű versenylovat azért oda szoktak verni párszor ennyi idős korára. Ennek az autónak komoly sérülése egyáltalán nem volt, korróziót gyakorlatilag nem találtunk rajta. Szinte mindent, ami típus hibája vagy problémája és költséges, azt megjavítottak vagy cseréltek rajta. Négy új gumin pihen. Gyakorlatilag ez az autó nem áll olyan nagyon messze egy, hát nem újszerűtől, de a korához képest mindenképpen remek állapotú autó ez. Remélem, hogy tetszett nektek az M3-os az értékbeslőben, ennél akár szerényebb autókat is nyugodtan küldjetek be nekünk az értékbeslő@vezes.hu címre. Ez egy rendhagyó adás volt, de azt gondoltuk, hogy most, hogy megünnepelhetjük a műsor több második születésnapját, szerettünk volna valami olyan highlightot hozni, valami olyan örömet adni nektek is, meg mi magunknak is, amilyen egy ilyen N46-os M3-as lehet. Hát nagyon szépen köszönjük a tulajdonosnak, hogy hozzájárult ehhez és megteremtette a lehetőséget. Tőletek pedig várjuk a sokat futott, jó kis használt autókat. Nem kell, hogy csavarói legyen, nem kell, hogy csili-vili legyen, érdekes legyen, és lehetőleg olyan, ami még nem volt nálunk. Ha úgy érzitek, hogy megérdemeljük, akkor iratkozzatok föl, nyomjatok egy felfele mutató hüvelykujjat, az is állítólag jót tesz nekünk a YouTube-on, de ha nem, akkor is szeretettel várunk titeket legközelebb az értékbeslőben. Sziasztok! Sziasztok!